Köszönjük, hogy ilyen sokan itt vagytok, és szeretném megkérdezni, hogy megérződhetek mindenkivel. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy az oktatási hivatalhoz tartozásunk az pont 2 hónapos, tehát december 1-jel került a korábbi oktatásokat és fejlesztő intézet az oktatási hivatalhoz egy kormányrendelet alapján. Ez azért fontos, mert az elmúlt 3 évben ez az intézmény 2-szer váltott fenntartó. Amikor én oda kerültem dolgozni, akkor még önállóan oktatás, kutató és fejlesztő intézet volt. Aztán 2017-ben hozzá került az EGRI Esztermházy Károly Egyetemhez, és ez a helyzet szűnt meg, változott most oktatási hivatal fenntartásra. Ez a mi munkánkat nem érinti. Tehát alapvetően a koncepciót, a szerkesztőséget ez a változás nem befolyásolja. Ezt egy fontosnak tartottam az elején elmondani, hogy tehát nem a hivataltól vagyunk alapvetően, de mégis. És szeretném elmondani, hogy a mai programunk az hogyan épül fel. Van benne rugalmasság is, tehát ha nem tudjuk betartani, akkor ettől el fogunk térni természetesen. De alapvetően az elején szeretném én bemutatni a fejlesztést. Nagyon röviden csak az okostankönyvi terminust fogom megmagyarázni, és aztán konkrét példákon keresztül megmutatom, hogy a vizuális kultúra, a nagyobb fejlesztés náluk most hogyan zajlik. Szeretném megkérdezni, hogy így most mindenki hall engem? Ez így rendben van? Köszönöm szépen. Jó, tehát a 3 leckén keresztül egy ilyen hosszmetszetet mutatok majd, hogy mit csinálunk, és utána a kedves kollégáim egy-egy leckét mélységében fognak megmutatni, úgy tálalva az egészet, hogy egy kicsit közelebb kerüljük a tanórai feldolgozáshoz és a valódi tematikus megközelítéshez. Minden előadás után, az első 4-re igaz ez, 4 előadás után egy-egy filmet fogunk mutatni, ezek rövid oktatófilmek, 3-6 perces filmek, amelyeket szintén a digitális szerkesztőség készít, kifejezetten ezekhez a könyvekhez. És ezeknek nagyon változatos a témája, úgyhogy majd látni fogjátok. A folytatást úgy képzeljük, hogy lesz egy szünet 11 órától, egy 20 perces szünet, és aztán folytatjuk még az előadásokat egy újabb lecke bemutatásával. Szeretnénk egy beszélgetés idejére is biztosítani a lehetőséget, tehát egy 20 percet számoltunk arra, hogy kifejezetten kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. De ez most egy olyan fejlesztés, ami nagyon friss. Tehát ezt el kell mondanom, hogy szeptember 3-án tudtam meg azt én, hogy ezt a fejlesztést el kell kezdenünk. Ez nem volt túl rég. Tehát egy hónapot rászántunk a koncepció kidolgozására, és valójában októbertől tegnap éjjelig, amit csináltunk, azt tudjuk most nektek bemutatni, de nem azzal az attitűddel állunk most itt, hogy minden úgy jó, ahogy mi kitaláltuk, hanem kifejezetten már az ősszel elkezdtem keresni a kapcsolatot Kárpáti Andreával, Gaula Miller és Valériával és a BIMES szervezőkkel, hogy kerüljön sor, kerüljön alkalom erre, hogy hadd mutassuk meg a szakmának, hogy mit készül, és kifejezetten szeretnénk kérni a véleményeteket. Még olyan is lesz, amikor én megkérdezem, hogy A-B szerintetek a jó megoldás. Tehát szeretnék egy ilyen beszélgetést csinálni, és a végén a hagyományoknak megfelelően készültünk azzal, hogy legyen egy kézműves, manuális része is a mai napnak. Ezt mi szeretnénk, de beáldozható. Tehát, hogyha olyan jól benne leszünk a beszélgetésben, és nagyon érdekes dolgokat mondatok, akkor ezt mi el tudjuk engedni, meglátjuk a végén, jó?
A szerkesztőségről és a munkájukról még annyit szeretnék mondani, hogy 10 ember dolgozik ezen a fejlesztésen, ami a vizuális kultúra tankönyveknek a fejlesztése. Részben vagy egészben, de lényegében egy kivétellel mindannyian tanárok vagyunk. Nagyon közeli vagy aktuális tanári gyakorlattal, tehát nem valami féle íróasztal mögül találjuk ki, hogy mi a jó és mi a nem jó, hanem azért is van nagyon sok szerkesztőségi megbeszélésünk, mert mindenki a kollégák ötletét próbálja átfordítani a saját gyakorlatában, vagy valóságosan, vagy legalább a tapasztalatokat összevetve azzal, ami éppen készül. És hogy még biztosabbra menjünk, elkezdtünk próbaórákat tartani magának a technikának, a használatával kapcsolatban, illetve az egész fejlesztésnek a tanórai működő képességével kapcsolatban, de erre is fogok utalni, amikor olyan leckéhez jutunk, amelyikkel ez már megtörtént. Jó. És én szeretném bemutatni egy külön Kristóf kollégámat, aki informatikus, és valamennyiünknek azt a segítséget fogja nyújtani, hogy mi beszélünk, ő irányítja a portált és a technikát, úgyhogy most bele is csapnánk, és kérlek Kristóf, hogy mutassuk meg a főoldalt. A Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztett verzióját fogjátok látni, ez még nem publikus. És most biztos, hogy többen megkérdeznétek ebből, hogy jó, és akkor mikor lesz az, és mi van a régivel. Ezt a kérdést én beelőzném, és szeretném mondani, hogy az a Nemzeti Köznevelési Portál, ami 2015-ben kikerült a használatra, és mostanra azt kell mondjam, elhasználódott, sajnos várja a lecserélést, és erre fogjuk lecserélni előbb-utóbb, de ehhez nagyon magas szintről, minisztériumi szintről kell egy döntés. Ez nem rajtunk múlik, és a régi portál tartalmai bele fognak kerülni ebbe a mostani portálba, illetve már benne is vannak. Az, amit mi készítünk, az úgynevezett okos tankönyv, ez egy olyan digitális formátum a tankönyveknek, ami nagyon sok informatikai szolgáltatást összesít. De alapvetően a tankönyvi felépítést követi, de nem szigorú érvényre ezt az elképzelést, vagy ezt a struktúrát, hiszen minden olyan lehetőséget beleteszünk ezekbe a könyvekbe, amit a web segítségével, a HTML5 segítségével bele tudnak kerülni ezekbe a tartalmakba. Úgyhogy igen, tehát ez a főoldal, és azt lehet rajta látni, hogy lehet majd évfolyamot választani, mozdítsd meg, egy évfolyam választott meg tantárgyal. A mi vizuális kultúra tankönyveink 7-től 12. osztályig készülnek, alapvetően most a 7., a 8. és a 9. évfolyamhoz tartozó tankönyveken dolgozunk. És szeretném még nagyon röviden megmutatni a lecke struktúrát, amit lerajzoltunk, aztán utána mutatom a konkrét leckéket. Tehát közepesen sok gondolkodás után arra jutottunk, hogy a leckék négy osztatúak lesznek. Lesz egy ráhangoló rész, lesz az egésznek a fő része, a tevékenység, ahol az alkotás, a kísérletezés zajlik, és alapvetően a vizuális kultúra tankönyvek ehhez adnak rengeteg ötletet, meg rengeteg megközelítési módot. Nem képzeljük azt, hogy rajzóránk mostantól úgy kéne tartani, hogy csak az internetet használjuk. Erről szó nincsen, csak ötleteket tudunk adni, meg olyan előképeket, megvalósítási motiváló anyagokat, amik segítik megtartani a rajzórát, de ez egy hatalmas választék, ez a középső rész, azzal együtt, hogy felsorolunk többnyire 3 alkotó feladatot egy leckében, és ehhez adunk forrásanyagot, de nincsen meghatározva, hogy most az egyes alkotó feladat, csak ezt a forrásanyagot lehet használni,
hanem az alkotó-kutató modellre építünk, ami azt jelenti, hogy a gyerekek vagy a tanár, vagy a ketten együtt közösen választanak abból, hogy mihez nyúljanak azon az órán, vagy abban a feladatban. Ezt mondanom sem kell, hogy ez egy körforgás, egy oda-vissza csatolás, és nagyszerű lehetőséget látunk benne a differenciálásra. És akkor menjünk tovább. Fontosnak éreztük, és egyetértés van benne, hogy mindig ajánljunk egy megbeszélés, értékelés, értelmezés szakaszt, ehhez szempontokat adunk a leckék vége felé. És aztán van egy olyan része minden leckének, amit mi kitekintőnek hívunk, többnyire azokra a témákra épül rá, ami előzőleg már előkerült a leckébe, és ilyen kiegészítő tartalmakat sorolunk ide. Ha egy pillanatra visszamennénk az egésznek a tetejére, akkor azt kell elmondanom, hogy a rámagoló rész úgynevezett triggerekkel indul, amik kicsit vagy nagyon provokatív témafelvetések, és a gyerekek életvilágából indítanak. Nem jellemző, hogy úgy kezdődne egy lecke, hogy itt van egy reneszánsz festmény. Ezzel foglalkozunk, hanem minden esetben onnan indulunk, hogy most egy 13-14-15 éves gyerek mivel találkozhat, ami tematikusan valahogy kapcsolódik ahhoz, amire majd a lecke során ráfordulunk, mint téma.